sárga mezben Madarász Dórát, aki a szintén nem öregnek tekinthető Póta Georginával csap össze. És egyelőre az ifjonti hív azt okozza, hogy 3-2-es szettállással Madarász Dóra vezet. Tegnap is láttuk, hogy a hölgyek nagyon nagy küzdelmet vívnak folyamatosan, hosszú labdamenetekkel, kitartóan próbálják hibázásra kényszeríteni a ellenfelüket, de hát ugye felkészült játékos áll az asztal túloldalán, és nem olyan egyszerű ez. Látom, minthogyha jelen helyzetben Póta egy kicsit magabiztosabb lenne. De hát ugye a rutin az ő oldalán áll. Még akkor is, hogyha ez a labda menet nem az övé lett végül. Tegnap már méltattam ezt a nagyon szigorú tekintetet, amivel Póta az asztalhoz áll. Pedig ő is egy életvidám ember egyébként, így is van ez rendjén. De mikor odáll, akkor koncentrál. Dóra szervá. Téglás Pétert látjuk, illetve Koncz Gábort. Téglás Péter a női szövetségi kapitány, Koncz Gábor színművész úr, akit én kifejezetten kedvelek a Gyula Vitéz télen-nyáron című filmért. Egyébként a megyémből, Borsod megyéből származik, és ifjú korában komoly szinten asztali teniszezett, úgyhogy nagy örömmel látjuk itt. Hát, Dóra küzd, látható, hogy nem úgy állt oda az asztalhoz, hogy már feltartotta a kezét. Hát ezt nem láttam jól, hogy melyik oldalon pattant, de hálóról csorgott le, az biztos. 9-7. Póta vezet. Úgy látom, hogy küzd. Küzd azért, hogy utolérje szett arányban Madarász Dórit. Nagyon szép labdamenet volt. Le a kalappal a lányok előtt. Igazából mindketten keményen pörgettek, ütöttek, aztán Dóra sajnos nem ért már vissza fonák oldalon, úgyhogy vissza tudja ütni a labdát. Dóri edzője társaságában vitatja meg, hogy mi legyen a döntő szedben. Egész szép létszám jött össze a nézői oldalról is. Közben a rendezők már a serleg átadását készítik elő, illetve az érmekét. Meglátjuk, hogy a hölgyek terén ki lesz az, aki átveheti majd a serleget. Folytatódik a mérkőzés, Madarász kezdi a szervát. Ó, ritkán látott ütés. Gyakorlatilag Póta egy nagyon jó csukló mozdulattal úgy forgatta be a labdát, hogy
erősen kellett a Madarász Dórinak kiugrani a tenyeres oldalára, aki viszont egy nagyon erős kiflis pörgetéssel tolta vissza. A Póta ráütött, és a labda az asztal szélét érintve repült tovább, amiből aztán vita keretkezett, hogy melyik felületét érte az asztalnak, a élét vagy az oldalát, mert ugye az éle az egy érvényes találati felület, az oldala viszont nem. Picit úgy érzem, a Dórit kizökkentette az előbbi közjáték. De úgy látom, hogy Maherrel is billent. Három kettőre Póta vezet. Látszik, hogy azért egy szoros meccs, az utolsó szett neki szorosnak kell lennie. Nagyon-nagyon-nagyon szép labda menet volt. Oda-vissza mozgatták egymást. Intenzív lábmunka kellett ehhez a labda menethez. Oldalt cserélnek, Póta vezet, ő lehet egy picit nyugodtabb, ugyanakkor ez egy messze menőkig nem lefutott mérkőzés. És nincs szerencséje a Dórinak, ezt a labdát csak ütőszéllel tudta megütni, magasra felszállt, egész a mennyezetig a labda, de nem esett az ellenfél tér felére, úgyhogy 6-2. Következő labda menetbe kitűnő tenyeres támadást vezetett végig, egészen kiütve Póta fonák oldalára, aki szemmel láthatóan nem is örül ennek. Hát a lányok nem tudnak egy-két labdaérintéses menetet játszani, ez számomra kiderült a hétvégén. Most Póta mutatta meg, hogy ő is tud tenyeressel az ellenfél fonákjára kőkeményen keresztbe ütni. Nem sok esélye volt Dórinak. Nagyon keményen nyeste le Póta a labdát, de Dóra nem jött zavarba. Felpörgette, és ezt a felpörgetést már Póta nem tudta kezelni. Tipikus esete annak visszanyal. Most viszont sajnos egy picit közbeszólt a háló. Hálóról megpattanó labda okozta azt, hogy a Dóri nem tudta ezt jól kezelni, ezt a labdát, úgyhogy Póta megint közelebb került ahhoz, hogy top 12 serlege legyen odahaza. És egy picit úgy érzem, hogy a meccs kezd eldőlni. Dóra küzdött, de már talán a igazi szív most nem volt már vele az utolsó két-három labda menetben. Így 2011-ben Póta Georgina a női győztes. Gratulálunk neki. Megérte a rudzsaszín szoknyát leakasztani ma reggel a ruhaszárító kötérről. Hamarosan eredményhirdetés.